Üdvözlök mindenkit, ez itt a Futballkárcón, és a mai videóban pedig megnézzük az új starter pakkot. A Panini FIFA 365 2023 végre itt van Magyarországon, magyar nyelvű starter pakkal, már olyan értelemben ugye, hogy a kártyákon nincs írás, viszont van benne füzet, ami magyar nyelv és exkluzív cuccok vannak benne, ami a külföldi starter pakokban nincsen. Van, amelyikben több kártya van, van, amelyikben más eloszlásban annak a limitedek, de hogy ilyen starter pak sehol nincsen. Nézzük is meg, hogy mi van benne. Az új széria végre itt van, el se hiszem amúgy, tök jól néznek ki a játékosok rajta, Vinicius, Mané, Haaland, Mbappé, tök király. Szóval, mi is van benne? Azt mondja, hogy az album, persze az album, egy gameboard valószínűleg lesz benne, egy csomag bontatlan kártya, egy csomag prémium kártya. Hoppá! Négy limitált kártya. Négy limited, az sok. Az soknak számít a négy limited, az nagyon is, hogy jó. 4500 forintba kerül, nincs rajta másár, nincs arra görög, román, macedón, semmi, csak magyar, úgyhogy ez egy Magyarországra készített starter pak, de látjátok is magyar feliratokból. Tök jó, ezek a kártyák, így néz ki a csomag, van többfajta csomag, design eléggé jók, eléggé ütősek. És ott vannak bizony a Titan, Captain, Teammate lapok is, szerintem a Teammate lapok is amúgy tök jók, és a Topmaster digitális aláírással, ugye rányomtatott aláírással fantasztikusan jól néznek ki, és magyar csapat is van benne. Na de nézzük meg, hogy miről van szó, bontsuk ki ezt a nagy startert. Kicsit drága lett, már olyan értelemben, hogy korábban ilyen 2900 forintért voltak ezek a starterek, de hát az infláció a kártyákat is elérte, viszont itt van a starter pakunk. Ugyanazt az albumborítót kapjuk, mint ami a starter elején van, ez jól néz ki, gerinces album nincsen, viszont van benne számozás, jól látom? Gyere, megnézzük. Igen, hogyha szeretnéd, felszámozhatod. Én ezt nem szeretem, van olyan megoldás külföldi albumokban, ahol már a gép megcsinálja előre, felszámozza neked az összes oldalt, azt annyira nem csípem, hogy nekem kell, de ez már csak az én lustaságom. Itt van a nagy checklist, látszik is, ott van az Invincible, ott vannak a Topmasterek, ezek a legdurvább kártyák, na jó, nem igaz, mert vannak a Moments kártyák, vagy Momentum? Momentum, az még durvább. Majd beszélünk arról is. Mendy, Salah, De Bruyne, Harry Kane, Invincible, Vinicius Junior, Mbappé, Alfonso, Davies, Lautaro, Martinez, tehát aki Haaland Topmasterre megy rá, az nem tud rámenni, nincsen. De vannak viszont új játékosok, akikről soha nem volt korábban Topmaster. Úgyhogy ez menő. Azt mondja River Plate, Club Brugge, Club Atletico Mineiro, brazil csapat, Chelsea, Liverpool, Manchester City, United, tehát hanem 5 darab angol csapat. Az nagyon kemény a sok. Atletico Madrid, Barcelona, hátulján a checklist folytatása, Real Madrid, Marseille, a Marseille nagyon jó, hogy ő benne van, szerintem a Lyon volt sokáig benne, de én tökre örülök most a Marseille-nek is egyébként. PSG természetesen, Bayern München, és nincs benne a Dortmund, nekem ez nagy hiányzó, hogy a Dortmund, pont a Dortmund nincs benne. Kár érte. Olympiakos, Molfehérvár, ott a magyar csapat, és ott a teljes checklistje a magyar gárdának itt látható. Azt figyeljétek, nagyon komoly. Hú, de jó, power típusú, Stopira, Dárdai, nagyon zsír, nagyon zsír. Inter, Juventus, Milan, három olasz csapat, Ajax, Lespozen és egy Sporting. Érdekes az is, hogy pont a Sporting, hogyha nem egy FC Porto, vagy egy Benfica. Na mindegy. És ezek pedig a speciális kártyák, már gold típusúak itt a végére, és van egy nagy albumunk. Oké, jól néz ki, teljesen rendben van. Nézzük, mi van még. Ó, ott a prémium csomag. De komoly, azért ez nem kis pak. Azt a mindenit. Egyből prémium limiteded lehet. Nagyon durva ez a starter pak. Hivatalos útmutató. Na, ezt szerettem volna még megnézni, erre nagyon kíváncsi vagyok. Itt is vannak menő lapok odarakva. Na de, magyar leírás az egészről. Tök király, tök király. Majd utána, hogy hogyan kell játszani ezekkel a kártyák, ezzel van pontszáma, lehet játszani, van alkalmazás is, telefonra, számítógépre, stb. Ezt itt mutatja is. Oké, okay. Ezek pedig, micsoda, keresd a különleges ritka Momentum kártyákat, bizony, az X-Rare, ezek a ritkasági besorolások, Core, Club, Power,
és a végére a legdurvább a Rare, X-Rare-be tartozik bele ez Invincible, és a Momentum kártyák is. Remélem lesz kép a Momentum kártyáról, mert meg szeretném nektek mutatni. Line-up kártya, klub badge, 22 darab klub van egyébként ebbe a FIFA 365 2023-ba. Teljesen rendben a mezes kártyák, Fans Favorite, Rising Star, Top Keeper, Giant, Haaland milyen jól néz ki. És ott a Momentum, nagy de jó. Ott az Invincible, de érdekes, hogy az Invincible-nek a fotóját úgymond nem rejtik el, hanem megnézhetjük, hogy van rajta Neymar, Kurta, Van Dijk, Kimmich. Tehát Haaland az Invincible-re se került rá. Egészen furcsa. És itt vannak a kincsvadászat, a Momentum kártyák, 5 darab Momentum lap van. Egészen elképesztő. Tehát ezek a Momentum kártyák, ez tényleg kincsvadászat lesz, nagyon-nagyon ritka, nincsen rajta a ritkasága, úgymond a Momentumnak külön a csomagokon, tehát annyira durván ritka, és megnéztem eBay-en, hogy milyen eladások, milyen összegekkel mennek a Momentum kártyák, hát 10-20 ezer forintért is adnak-e, Haaland Momentum 20 ezer forintért is simán elmegy. Nagyon durva, nagyon ritkák. Elképesztően ritkák. Alkalmazás megmutatja, hogyan is nézünk ki. Hát, ahogy látom, ugyanúgy néz ki, mint eddig. Előző években semmi különbség. Limitedek, nagyon szépek ezek a limitedek, ez a széttört üvegeffektusos krisztál, nem tudom milyen limited, nagyon király. Fémdoboz prémium csomag, abból fogunk most bontani, ugye. Prémium gold csomag, blisterek, van XXL, meg sima blister, és itt még egy checklist. Jó ez a füzet. Na, menő ez a füzet, fel, hogy magyarul van, ezt mindenféleképpen el fogom tenni. Itt a prémium pak, és az XXL lapoknak is van XXL lap a starterbe, és erről nem beszéltek, de miért nem? Szerintem ráírhatták volna, hogy van XXL egyébként. És itt van a tok, a doboz. Nem is volt még soha ilyen FIFA 365-ös doboz. EB-shez adtak már a kickoffhoz dobozt. Szoktak adni ilyen kártyás matricás dolgokhoz, ilyen Toy Story albumhoz, még ilyenekhez, Harry Potterhez. De hogy FIFA 365-ös doboz, szerintem ez még nem volt. Ki kell pattintgatni, de ezt óvatosan pattintgassátok ki, hogy ne tépjétek szét a cuccot, mert akkor az úgy nem sokat ér. Nagyon óvatosan csinálom én is, megvan. Oké, nézzünk egy gyors összerakásit. Hát látszik, amúgy megvan törve. Itt pontosan látszik, hogy hol kell behajtogatni. Ott behajtod. Itt hajtasz még egyet, hogy legyen ilyen kis tokja. Ott is meghajtod. A fület is meghajtod. Mindenhol meg kell hajtani, igazából ahol eredetileg is látszik, hogy ott van valami bevágás. És onnantól már könnyen, gyorsan össze fog tudni rakni. Én Celluxon rá szoktam erősíteni, de ilyen nagyon picit, hogy ne látszódjon. Rá szoktam erősíteni. Na és akkor itt körbezárod témát, ezeket behajtod. És miután csináltál egy ilyen köralakat, utána már szépen be tudod itt rakni a kis oldalánál, és már igazából meg is van a dobozod, rém egyszerű. Közben limitedet, nehogy lelökjem, vagy nem tudom milyen kártya van ott. A világért nem akarnám elpusztítani, de a dobozt ezt össze kell rakni. Menjél össze, légy szíves, már 20-at összeraktam. Ne szívas, hogy te fogsz ki rajtam. Úgy, szuper jó. És akkor itt is fönt. Itt meg ugye ki tud nyitni, és akkor tudsz be kártyákat pakolászni. Ez egészen egyszerűen működik. Úgyhogy megvan a kis XXL kártya tartó dobozunk. Na és akkor, hogy kicsit masszívabb legyen, mert szerintem ez kevés, én ezeket a kiállókat szoktam lecelluxozni, de csak ilyen picit, nem kell nagyon, hogy ne legyenek már ilyen kiálló részek benne, mert ez engem zavar, úgyhogy, de amúgy megmenő, hogy van ajándékban úgymond ilyen doboz. Mi van itt? Látom, van Invincible poster, az elég menő, ezt ki fogom tenni. Nézzük az egyik kártyát, amit itt adnak mellé. Limited Edition Virgil van Dijk, és a háttér mindig megegyezik a csapat színével. Ez alul meg persze ugye marad arany. Nagyon jól néz ki. Kegyetlen jól néz ki. Nagyon szép. Szuper király. Másik limited, nézzük meg. Donnarumma. Az is nagyon komoly. Kék limited, ugye a PSG miatt a háttér elképesztően rendben van. Ilyeneket fogunk gyűjteni akkor az elkövetkezendő hónapokban, én elégedett vagyok vele. Ez pedig az XXL csapatkép, MOL Fehérvár csapatkép XXL verzióban, de jól nézel ki. Te kártya, azt figyeld.
És ráadásul nem is kicsi, hanem nagy, nagy lap. És ott egy bajnokiról kifotózott csapatkép, hogy összeálltak a srácok. Elképesztően jól néz ki. Miért felvetődött benne a kérdés, hogy miért a Móla-Fehérvár van? Hát a liszenz problémák miatt ugye a Topsnál van a Ferencváros, de ez... És hát mi más legyen akkor, hanem a Fehérvár. Kegyetlen jól néz ki. Nagyon szép ez a kártya. És itt van a nagy Invincible poster, amit szerintem ki se fog tudni nyitni itt, mert annyira nagy. Brutális, várjál, itt a facecam-be mutatom. Azt vigyel. Hát ez egészen elképesztően nagy. Ezt majd kirakom itt a videós kis műhelybe. És akkor itt van még egy limited edition kártya. Coinos limited edition kártya, 150 coin, nagyon szép. Ezek a limitedek gyönyörűek, és egy bontatlan csomag még. Na, akkor nézzük a bontatlanokat. Most, hogy így összeraktunk dobozt, megnéztük a posztert, minden. Most nézzük már a két bontatlan. Nézzük össze a simát. Simával eddig szerencsém volt. Mutatom. Ott is van. Ott is van. Ezt nyitottam az első bontatlan csomagomból. A displayből az első csomag. Hihetetlen. Úgyhogy ez már mehet is bele az albumba egyébként. Sőt, bele is teszem. Már csak babonából is. Kiveszem a puhatokból, ott az egyes számozás. Ott a szám, látjátok? Kicsit picibe van. De attól még ott a szám. És már megy be az első helyre. Az első Top Master. TikTokon, meg Instán, Facebookon, oda töltöttem fel ezt a videót. Nézzünk esélyeket, latogassunk esélyeket. Kor, 220 darab kártya, jó sok. 441 van összesen. Club, minden csomagban van, oké. Okay. Power, másfél csomagonként. Fence, két és fél csomagonként. Négy csomagonként a Gold, ami nagyon szép lap egyébként. És a Rare Topmasterek 25 csomagonként, az brutál. Invincible 50 csomagonként. És nincs rajta a Momentum kártyák. Azok elképesztően ritkák, nagyon értékesek, ha nyitsz egyet, minimum a pohatok, minimum, de inkább toploader, vagy tedd albumba akkor, de azok nagyon-nagyon értékesek. Na nézzük, milyen az első bontatlanból. Egy PSG felállás kártya, és én azt hittem ez nem is lesz csillogós, dehogy nem. Itt van egy ilyen kis fura alakzat, és emiatt csillogósnak számít. Club típusú, nagyon jó. Ez pedig a rózsaszín fenszfőjét, ez az egy furcsaság van nekem be a szériában, nagyon tetszenek a dizájnok, félre ne értsetek. Ez, hogy a fans favorite miért pont ilyen rózsaszín, ez nekem kicsit furcsa, sokkal jobban szeretnénk a csapat színéhez, vagy a posztokhoz, ugye zöld a támadó, védekező, ez piros, mit tudom én, szóval ahhoz mértem változik a kártya színe. Nekem ez a rózsaszín, ez annyira nem jön át, mindegy. Van itt egy Captain, Les Pozen, majd utána egy River Plate, Borja, egy Juventusos Danilo, illetve egy Zaracho, nagyon jól néz ki ez is. Nagyon tetszik a teammétek. A teammétek elképesztően jól néznek ki, sok év után szerintem végre változott annyit a teammét design, hogy nagyon jól nézzenek ki. Tetszik. Nézzük a prémium csomagot. A prémium csomagon nincsen esélylatolgatás. Prémium limited, az biztos, hogy van benne. Az 100%, hogy van benne, úgyhogy még egy limitedet fogunk kapni. Brutális. Ott van. Virgil van Dijk Premium Limited Edition. És várjál, Van Dijkból van sima limitedem. Akkor nézzük meg, hasonlítsuk össze. Miről van szó? Ott van 100-as a Premium Limited. Tehát pontszámba is ez egy durva a különbség. Komoly, nagyon jól néz ki. Van itt egy klubrűs felállás, egy klub badge. Wow, logó. Majd utána egy magyar. Stopira. De jó. Majd egy csapat magyar. Nagyon király. Egyből egy vidisbe belenyitunk, tök jó. Mignolé. Majd egy Milán kapus, egy Marseille captain. Majd egy Jorginho Chelsea. Barcelona, Ferran Torres, Klub Rüzsi, Jaramchuk. Nagyon rendben vannak ezek a kártyák. A Captain látom, az nem csillogós, de ezt írja is, hogy kor típusú. Ott írja a típusához adódóan, hogy most csillog vagy nem csillog. Hát, srácok, fiúk, lányok, én azt mondom, hogy ezt nagyon megéri ezt a starter pakot megvenni. Hiába lett drágább, hogyha van benne prémium csomag, van benne kártyatartótok, van benne XXL limitált. Tehát mit szeretnél még? Ez bőven elég, ez bőven jó kis starterpak elindulni a gyűjtés útján.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, megnéztétek ezt a videót, fogunk még bontogatni, természetesen fogunk még csomó mindent bontogatni, mindegyik terméket megnézzük, majd szépen egyesével legközelebb találkozunk a következő videóban, addig is jók legyetek, van kedved, gyere át a gamingre, ott is nézd meg, ahogy tolom éppenséggel a Fradi karriert a FIFA 23-ba, aztán találkozunk legközelebb, sziasztok!